A választópolgárok közel 48%-a szavazott október 13-án Máté Szalkán, a voksok több mint 62%-át a kormánypártok jelöltje, a település eddigi polgármestere dr. Hanusi Péter kapta. Jó estét kívánok, köszöntöm és gratulálok egyúttal. Jó estét kívánok, önnek is és a tisztelt nézőknek is, nagyon szépen köszönöm. Polgármester úr, hogyan értékeli személy szerint ezeket az eredményeket, számokat? Nagyon örülök az újabb lehetőségnek, én ezt úgy fogom fel, hogy egy újabb feladatot, egy szolgálatra kaptam lehetőséget a Máté Szalkai emberektől. Én azt gondolom, hogy ez alapján ők úgy gondolják, hogy az elmúlt 5 évben elindultunk egy jó úton, és most erre kaptam lehetőséget, hogy ezt folytassuk. Ez pedig, ez az arány, az egy külön pozitív felhatalmazást ad belülről az embernek, hogy ugyanilyen elánnyal, vagy még jobban szolgálja a település érdekét, hiszen ez egy nagy bizalomra, bizalomról ad tanúbizonyságot, úgyhogy én kellő alázattal kezelem ennek a súlyát értékelve, és megígérhetem, hogy az elkövetkezendő 5 év az legalább olyan sikeres volt, lesz, mint az elmúlt 5 év volt. Mennyire számít könnyű vagy nehéz 5 évre, és ebben egy kicsit benne van a település összetétele is, illetve az önkormányzat összetétele? Azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy most ne legyenek pauzák. Ugyanis 5 évvel ezelőtt, amikor átvettem a önkormányzati ciklust, azért még mindig volt jó néhány olyan dolog, amit meg kellett oldani, befejezetlen pályázatok, még mindig volt a kormányzati adósságátvállalás után 338 millió forint mínusz az egyik önkormányzati cégben, és fogalmazunk így, ezeket a gyerekbetegségeket ki kellett nőni a ciklus elején, tehát ez azért egy olyan bő 1 évet a rendrakás időszaka, az azért elvett, fogalmazunk így a érdemi munkától, bár nyilván ilyenkor az ember végzi a napi feladatait, a fejlődésre is koncentrál, egyik pályázatot adtuk be a másik után, de azért ez sok erőt elvett ez az időszak. Most ilyen nincs. Egy teljesen jó állapotban lévő költségvetéssel, ahogy a pénzügyi bizottság ellenzéki vezetője mondta a ciklus elején, pontosabban a költségvetés évén, ilyen jó költségvetése még a városnak nem volt. Ilyen költségvetéssel vágtunk neki a 2019-es évnek. Ez nyilván jó alapot ad arra, hogy az év második felében, az utolsó hónapokban sem legyen semmilyen problémánk, és látunk elég tartalékot ahhoz, hogy azt a szám szerint 26 pályázatot, ami jelen pillanatban folyik az önkormányzatnál megvalósítás alatt, ezt kellőképpen jól menedzseljük, és megvan hozzá minden anyagi lehetőségünk, hogy ezeket sikeresen zárjuk. A 26-ból mi az, ami a legjelentősebb, ami még folyamatban van? Éppen a mai napon tájékoztattak róla, hogy az ipari parkban egy új inkubátorház kivitelezésére irányuló szerződést zártunk, tehát a jövő hét folyamán aláírásra kerül. Aztán van egy zöld város projektünk, ami a városnak 3 helyszínén, a város közepén, a Szalkai László téren, a Kegyeleti Parkban, illetve a városi kispiac hátsó részénél különféle beavatkozásokat fogunk folytatni. Szintén pár napon belül szerződéskötési állapotba kerül ez. Tehát ez azt jelenti, hogy 4 helyszínen hamarosan elindul a munka, de közben a tervezőkkel egyeztetnem kell folyamatosan a belterületi kerékpárút kapcsán, ami ugye egy 500 milliós projekt, és ez összeköti a jármű és a kocsordi szakaszt. Tehát a 4 sávos, mi így hívjuk Mátészalkán, ez az út végre biztonságossá válik, és egy kerékpárút hálózat alakul ki tulajdonképpen a város körül. Itt is a tervezésnek az utolsó fázisában, a végfázisban vagyunk, szóval itt is nagyon komoly erőlépések lesznek. Közben beadtunk egy bölcsőde pályázatot, aminek az eredményét nagyon-nagyon várjuk. Ez egy 500 milliós pályázat volt, ez pont az utolsó testületi ülésen adtuk be, de már most november közepéig a Magyar Közúttal Konzorciumban adunk be egy körforgalomra vonatkozó pályázatot, ami a város legbalesetveszélyesebb körforgalma lesz. Hát a körforgalom nem lesz veszélyes, a maga kereszteződés a veszélyes, a csomópont nagyon veszélyes, ez pedig a Medgyesi és a Zöldfa utca
sarkán lévő csomópontot oldjuk így meg, és innen is egy kerékpárutat, a Nyírcsaholyból érkező kerékpárutat bevezetünk ezzel a felújítással a város középpontjába. Szóval gyakorlatilag a jövő évben is sajnos idézőjelben a Mátészalkaiak türelmét kell kérnem, mert akármerre mennek majd mindenütt munkálatokat látnak. Túrások lesznek. Hosszabb távon mondjuk az 5 évre vonatkozóan milyen stratégiai céljai vannak a városnak? Elnyertük a tudományos technológiai ipari park pályázatot. Nagyon komoly lehetőségeket remélünk attól, hogy ez a pályázat annak a lehetőségét előrevetíti, hogy azok a cégek, amelyek világszínvonalú munkát végeznek Mátészalkán, ezek kutatásfejlesztési tevékenységeiket is összehangolják, ez folyamatban van. Fogalmazhatunk így, hogy ha nem is napi, de heti kapcsolatban vagyunk azokkal a cégekkel, akik ebben segítenek, nyilván világszínvonalú cégekről van szó. Tehát az ipari park fejlesztése az elsődleges. Ahogy mondtam, a cím mellé az inkubátorház hamarosan elkészül, egy több ezer négyzetméteres szerelőcsarnokkal együtt. Ezen túl az ipari parknak a utolsó 10 hektárját is közművesítjük, annak az alapkövét 3 hete raktuk le, ez az egyik része a tervénknek. A másik, ami különlegesen örvendetes, az az pedig, hogy az óvodai rendszerünket és a bölcsődei rendszerünket muszáj fejleszteni, hiszen valóságos baby boom van Mátészalkán, szó szerint nem tudja követni a bölcsődei, illetve a óvodai rendszerünk azt a nagyon örömteli változást, ami a mátészalkai családok életében történik, tehát megifjodik Mátészalka lakossága. Hát ettől jobb hír, meg nagyobb kihívás, és jobb kihívás nem kell egy polgármesternek és a képviselőtestületnek, én azt gondolom. És úgy látom ezekből a tervekből, hogy nem csak mennyiségben növekszik Mátészalka, hanem magasan kvalifikált munkaerőben is, hiszen ez a tudományos program azért ez előrevetíti ezt. Így van, több nemzetközi cég azon gondolkodik, hogy ilyen tekintetben fejleszt majd, ami nagyon jó hír számunkra, hiszen Mátészalkán munkaerő hiány van. Ez azt jelenti, hogy most holnapi reggel 8 órától 300 ember bármikor el tud helyezkedni a Mátészalka multinacionális cégeinél, nem beszélve a kis- és középvállalkozásoknál, ahol ugyanez a probléma. Tehát nem összeszerelő üzemek kellenek nekünk most már, hanem az, hogy a magasan képzett fiatal mátészalkai szakembereket helyben tartsuk, és ehhez minden esélyünk megvan. Látnak már ilyen jeleket, hogy visszavándorlás indul meg? Látunk. Hetente 3-4 önéletrajz kerül az asztalomra, és nem egyszer járok úgy, ha például tudok egy lehetőséget, most adott esetben éppen egy konkrét példát mondok egy építőmérnök számára, őrá le tudtunk csapni, hogy az építési irodánkat erősítse. Egy másik, egy jogász leánykát, aki Debrecenből érkezett, mire egy hét múlva jelentkeztünk, addigra már munkahelyet talált Mátészalkán, tehát azt látjuk, hogy erre a szituációra elkezdtek a cégek is készülni, és a magasan képzett munkaerőt is helyben tartják, a mátészalkai szülők, nagyszülők örömére jönnek haza a gyerekek, és itt alapítanak családot, és ez most már mindenütt látszik. A bölcsőde tekintetében 102 férőhelyes bölcsődénk van, holnap reggel 8 órakor szintén 72 gyerek iratkozna be pluszba, abban az esetben, ha lenne hely. Épp ezért nagyon-nagyon szurkolunk, hogy a megyei operatív programról ez a bölcsőde pályázat minél hamarabb legyen elbírálva, és reményeink szerint még az egyik egyház is nyer egy másik bölcsődét is, mert 8-10 csoportra azonnal van igény. Mondhatjuk, hogy Mátészalka újra pozícionálja saját magát itt a megyén belül? Ami nagyon jó, hogy nem mi az önkormányzat, hanem a mátészalkai családok. Ez a létező legjobb hír számunkra. Dr. Hanusi Péter, jó egészséget kívánok, és további sok sikert a munkájában. Nagyon-nagyon szépen köszönöm.